Akkor még egyszer. Tegnap előtt ugye a szenvedésről volt szó, mit mondanak a vallások a természeti rosszról, az emberi rosszról. Tegnap uh, azt láttuk, hogy magukat a vallásokat nem lehet keverni, tehát a korszellem valláskeverő irányzatát vettük szemügyre, mi az elmélet, hova vezet. Láthatóan nem működik, uh, nem a tisztelet jele, hogy nem hagyjuk meg a vallásokat annak, ami. És hát aztán a harmadik előadásra készülve, igen, az interneten így körülnéztem, begépeltem azt, hogy true religion, um, igaz vallás, és hogy milyen cikkeket, hogy ilyesmit kapok. Hát bejött egy farmer márka, bármilyen hihetetlen. Ez a jelkép, csak mielőtt bárki elkezdene gondolkodni, hogy milyen vallást képviselek, vagy ilyesmi. ez a jelkép egyszerűen a farmernak itt hátul a zsebben a varrás alakja. Oké? Okay? Tehát van egy ilyen brand, egy ilyen márka, bármilyen hihetetlen, hogyha gondoltam, mindig a előadáshoz méltó vagy alkalmas polóban jelenek meg. Máshol nem is nagyon szeretném fölvenni az igazságot, Főleg nem magyarul, hogy igaz valás, vagy valami ilyesmi. Tehát ez egy, ez egy, ciki dolog, ez egy ciki, hogy milyen téma, és, és sincs, hogy hogy lehetett egy, egy jeans márkát erről elnevezni, de hát Amerikában ugye minden lehetséges. Oké, okay. a mai témánk tehát a keresztény hit, mint anomália, ugye mindenki utánézett a idegen szavak szótárában az anomáliának, a, nem Améliának, hanem az anomáliának a vallások világában. Egy pár gondolat röviden a vallási igazságról, miért van szükségünk, jó pár gondolat, arról, hogy miért van szükségünk a isteni kinyilatkoztatásra, aztán a Szentírás különlegességeit és a Biblia Istenkép különlegességeit vesszük szemügyre. Vég azon, ez egy számomra új anyag, amiben így kezdtem beleásni magam, még nem vagyok elégedett az anyaggal, de elsősorban azért, mert végig az jár a fejemben, hogy vajon az, hogy ugye láttuk, a vallások mások, nagyon különbözők, egymást kizáró képeik vannak, ilyesmi, de az, hogy a vallásnak a sajátságait összeszedjük, hogy mitől különleges, más, egyedi egy adott vallás, ez mennyiben hitelesíti? Mennyiben uh, válik olyanná, mint amit inkább érdemes választani, ha választási helyzetben vagyunk, mint bármi mást? Vagy ha már itt vagyunk, akkor miért örüljünk ennek? Legalább utólag, hogy jól döntöttünk, vagy jó helyre születtünk, vagy nem is tudom. Úgyhogy ez egy nehéz téma, én is csak itt rágódom rajta, sok információ lesz. Um, igen, szeretném a fejeteket hizlalni, a májatokat nem. Oké, okay? tehát ez nem arról szól, hogy akkor most nekünk igazunk van. Erre majd még visszatérünk. Kezdjük megint a kihívással, amire reagálunk. Itt van ez az új nyugati kihívás közgondolkodásban, hogy a vallásokat és az irataikat összemérni, vagy hitelességüket firtatni, ugye, hát ez értelmetlen, van, aki csúnyább szavakat használ, tehát a, igen, el lehet gondolni, és hogy csak önmagukban lehet ezeket a vallásokat vizsgálni és értékelni. Tehát az összehasonlításnak nincs helye ez arrogancia, szemtelenség, vagy csak a tudatlanság vezethet ide, vagy valami ilyesmi. És ugye, mint tudjuk, ugye az előző napi témából, ugye, ugye minden vallás ugyanazt tanítja, tehát eleve fölösleges is összehasonlítani őket, és hát az alázatos ember ez mindből merít. Tehát nem pusztán tud róla, hanem, hanem ott van ez is, meg az is, meg az is, meg az a is és a saját hitét, nyilván az egész valóságot csak úgy tudja megélni, megismerni, hogyha mindegyikből merít uh, valamennyit. Ami a válaszhoz kell, mi reagáljunk erre a, erre a korszellem diktálta hozzáása, meg kell értenünk, hogy miért van szükségünk, milyen szempontok szerint van szükségünk arra, hogy Isten bemutassa önmagát, bemutatkozzon, és hogy ne kelljen hagyatkoznunk a véleményeinkre. Aztán, hogy az egyes vallásíratoknak mi a valódi tekintélye, tehát egyáltalán hány vallás lép fel azzal az igényel, hogy Isteni eredetű. A szentírása, és aztán látjuk mert a Biblia és a Biblia Istenkép sajátságait, és közben lehet ezen gondolkodni, hogy a hitelesség, tehát az, hogy valami hiteles legyen, bármi, ami a valóságról szól, egy tudományos értekezés, a nagymama véleménye, vagy egy egész vallás, ennek a, a dogmatikai rendszere, hogy azért vannak jogos igényeink a hitelesség irányában, és hát a hitelességnek feltételei vannak. És ezek érdekes módon valahol ott is vannak a fejünkben egy csomó hit, természetes szempont. Ezeket próbáltam összegyűjteni, nem teljes a kép, lehet gondolkodni még sokat rajta. Um, tehát a vallási igazság, mint, mint olyan. Ha a vallások és az igazság témát Nézzük, van néhány logikai lehetőség. Az egyik az, hogy egyik vallás sem igaz. Ez nagyon rossz hír, ugye, mert ezek szerint minden, amivel a vallások foglalkoznak, kívül esik a valóság világán. Tehát az összes olyan kérdés, amire a vallások vállalkoznak, hogy válaszoljanak, amire a tudomány nem tud, a művészet nem tud, a filozófia nem tud, a saját módszertan alapján. Ezekre próbálnak a vallások válaszolni, tehát ez a honnan jövünk, hol megyünk, mi az életértelme és egyéb ilyen alapvető kérdéseink, akkor ezekre sincs válasz, ha egyik vallás sem igaz. A másik veszély, hogy mindegyik igaz, ugye ez már sokkal jobban hangzik. A probléma az, hogy hát tegnap láttuk, hogy mindegyik mást állít, egymást kizáró dolgok az állítani, hogy is Isten van, vagy nincs, egy van, sok van, személy, személytelen, megismerhető, megismerhetetlen fiú, lány, mind a kettő, egyik se hagyjon békén. Tehát mindegyik nem lehet igaz. Ez van. Ha érdekel még minket a valóság, ha szempont még a valóság. A másik ugye, logikusan ebből akkor léphetnénk tovább, hogy hát akkor csak az egyik igaz, és ugye ezt sokan gondolják, hogy csak az egyik igaz, de ezek szerint az összes többi nem a valósággal foglalkozik? Tehát nem jutottak jó gondolatokra? Kizárólag hülyeségekre? Ez egyik igaz, az összes többi butaság. Akkor Pálapostól miért idéz görög filozófusokat? Miért építi be az érvelésébe egy-egy görög, görög gondolkodó vagy drámaíró gondolatát Aténban, amikor prédikál? Vagy akkor mondjuk az, hogy részben igazak, tehát hogy vannak bennük igazságok, keverednek a hát nem igaz, nem valós vagy téves dolgokkal. Az a kérdés, hogy melyik az a rész, amelyik igaz, és az kidönti el. Vagy pedig, hogy csak egy vallás teljesen igaz. Úgy gondolom, ez lehetne a keresztény álláspont. Kicsit kifejtően, hogy a vallásokban van közös, tehát igenis a valósággal foglalkoznak, jutnak jó dolgokra, jó gondolatokra, lehet mit tanulni egy bizonyos pontig, bár, szinte bármelyik vallásból, hordoznak igazságot is, de egyik sem hordozza a teljes igazságot, beleértve a kereszténységet. Éppen mert a keresztény teológia szerint a való igazság az nem valami, amit leírhatunk, hanem valaki aki nem csak beszél az igazságról, mint az összes többi vallás alapító, hanem azt mondja, hogy én vagyok maga a való igazság. És ő, tetszik, nem tetszik, nem fér bele egy könyvbe. Még egy 800 oldalas könyvben sem. Ezért van az, hogy ezt valjuk csak egy vallás hordozza a teljes kinyilatkoztatást. Hogy Isten szólt, egy csomó mindent elmondott, de nem kötött mindent az órunkra, és maga a valóság, az igazság az több, mint amit az orunkra kötött. Az ő maga. És itt jön a kinyilatkoztatás témája, ebben az egész témában. És egyáltalán miért van erre szükség? Ami ugye ateista, meg ilyen nem kinyilatkoztatásokon alapoló vallások mindig felvetik ezt a kérdést. Egyáltalán miért van szükség a kinyilatkoztatásra? Miért kell, hogy valaki rajtunk kívülálló jöjjön? És, tehát amit a Trinity mond, hogy a matrix nem mondja meg, ki vagy, az igazság odakint van. Miért kell kívülről jönnie valakinek a rendszeren kívülről, hogy elmondja, hogy mi van a rendszeren belül, meg miről szól ez az egész. Egyrészt van egy ismeretelméleti, másrészt meg egy etikai létszükségletünk. Az ismeretelméleti szükség, hogy ezt a képet már láttátok, tényleg ez a legalább 5000 Istent imád az emberiség, de nyugi, csak a tiéd igaz, ugye ez a szöveg. De egy kicsit a szöveget levágva, vagy látjátok a képet, azért hogy nézzünk rá ezekre a figurákra. Lehet, hogy van amelyik ismerős, szerintem Jézus a legkevésbé, de felismerhető, mindegy. Ez a skandináv típusú a Jézus filmekből. Jó, az a rózsaszín logófülű, nem is tudom, az Eclectic Mind felirattal a hasán, hogy az eclecticus, az, az kutyuló elme, nem tudom. Tehát, de ha lánézünk ezekre a képekre, hát nagyon sokféle, ugye? És valahogy olyan, ez mind ő, tényleg ő az, akit bárki bárhogy definiálhat. És láttuk, Ugyanarról az emberről a drámából láttuk, ugyanarról az emberről lehet eltérő ismeretszintünk és tapasztalatszintünk. És az eltérő ismereteink és tapasztalataink alapján lehet eltérő véleményünk, nagyon eltérő véleményünk róla, miközben ugyanarról valakiről beszélünk. A vallások és az egyének és a vallások Istenről alkotott képe is sok dologtól függ. Tehát az, hogy én mit gondolok Istenről, te mit gondolsz Istenről, a végső valóságról, meg ilyesmiről, azt nagyban meghatározza, hogy hogy hova születek, milyen kultúrába, Hány éves vagyok, milyen az élettapasztalatom, az ikum, a témával mennyit foglalkoztam, vagy soha az életben nem foglalkoztam. Egy csomó minden meghatározza, hogy amikor rákireznek, hogy Isten, és hogy akkor mit öltődik le a kis szoftverembe, és, és mit, mit kezdek el mondani? Um, tehát nagyon viszonylagos, nagyon relatív tényleg, és szubjektív az, ami, ami, az a kép, ami van bennünk, és hát a, a vallások egyének Isten alkotott képe is sok mindentől függ, és hát nem véletlen, hogy egymást kizáróan ellentmondásos. És ö, ezen gondolkoztam, hogy ha Isten van, és ezt ő látja, hogy mi ennyire különböző dolgokat gondolunk róla, akkor szól, akkor ez őt zavarja, és akkor bemutatkozik. Ezt nevezzük a teológiában kinyilatkoztatásnak, vagy kijelentésnek, revelációnak. Ha ő van, és őt ez zavarja, hogy mi van, mert az ő jelentőségének, és az, hogy ő milyen, és hogy ez mit jelent itt, és most az életünkbennek van jelentősége, akkor tuti, hogy zavarja őt, hogy ennyire más dolgokat gondolunk róla. És szól. Aztán, hogy hogy szól, az már egy más kérdés, tehát, hogy megtette hogy létezik-e, történt-e reveláció, Kinyilatkoztatás, kijelentés, az egyik. A másik az, hogy ma is megteszi-e, ma is, folytatódik-e, ma is, uh, be, be akarja -e mutatni önmagát, vagy csak valahol, valamikor valamit csinált, és aztán az alapján próbálunk mi most itt valamit csinálni, attól függetlenül így térben, időben. Én szoktam mondani, hogy uh, nem nagyon érdekel, hogy mit gondolsz Istenről, és téged sem nagyon érdekel, hogy én mit gondolok Istenről, mert mind a kettőnek igazából az kell, hogy érdekelje minket, hogy ő mit gondol magáról, és hogy ezt elmondta -e nekünk. Történt-e kinyilatkoztatás? Bemutatkozott-e Isten? És hát a tekintélyig, ugye ilyesmire azért hivatkoznak más vallások is, nem csak a kereszténység isteni eredetű vallási iratra, hogy valami történt, valami kinyilatkoztatás. Ezt azért mondanám, hogy ez nagyon érdekes ezek a szentírások jelensége, mert valahogy Isten nem azt csinálta, hogy az egész bolygón 10 négyzetméterenként levágott egy hatalmas nagy gránit, vagy egy acél acélkockát, és akkor mindig rá van írva, ugyanez a szöveg, csak különböző nyelveken, ami szasztok, skacok, én csináltalak titeket, legyetek jók, ha tudtok, majd a végén találkozunk, Isten. Um, és akkor legalább mindenkinek ugyanaz a, ugyanazt a kinyilatkoztatást megkapná, vagy legalábbis elgondolkodhat azon, hogy vannak földön kívüliek, és pocsék a humoruk. Nem tudom, meddig jutnánk. Oké, okay? az ilyen Egyen ilyen információval. De az, hogy majd látjuk a történeti kinyilatkoztatása a történet, hogy adott pontján valami történt, aminek jelentősége van a későbbiekre is, ez egy egészen más dolog. Erről majd még lesz szó a, a, bibliai kinyilatkoztatásnál. Tehát visszatérve ide, több vallás is hivatkozik Isten életű de nem mind, sőt, meglepően kevés. A másik az, hogy mind mást amelyik hivatkozik rá, az mást kinyilatkoztatás alatt, inspiráció, reveláció, ilyesmi alatt, és egyik sem fogadja el a többi tekintélyét. Ez a helyzet, ha körülnézünk. Ami a megítélhetőséget illeti, és itt jön ez a Denim, ez a, a Farmer reklám, látjátok, ezek a True Religion márka. Ugye, ami a megítélhetőséget illeti, a korszellemünk, erről tegnap volt szó, konfliktus kerülést, Uh, ugye, diktál, tehát hogy ezzel ne foglalkozzunk, hogy most melyik igazabb, és micsoda csúnya a dolog, és csak x vallás tagjai ilyenek, és azok mindig robbangatnak másokat, és stb. 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 Az a helyzet, hogy mindenki választ. Tehát ha csak nem beleszületett, de mikor bele is született be, az ember választ döntést hoz, vagy egy vallást választ, vagy a vallás keverést választja. De mindenképpen választ, miért? Mert értékítélet, és ért közben értékítéletet hoz, azaz vannak szempontjai. Vannak szempontjaink, ami alapján igenis megítéljük, meg akarjuk, és úgy gondoljuk meg, és tudjuk ítélni, hogy nekünk ez tetszik, vagy nem. Ez van valóság, vagy nem. Ez kész átverés, vagy ez ebbe tényleg van valami, amin érdemes elgondolkodni. Vannak szempontjaink, hozunk értékítéletet, és választunk akár újra is, miközben más szempontok is a szemünk elé kerültek. Hogy erre is érdemes lett volna odafigyelni annak idején. És akkor az ember újra dönt, ha dönthet. Nem minden vallás tolerálja ezt az újra döntést, tehát van olyan vallás, amit így nem lehet egyenes gerincsel nem lehet onnan távozni, de azért ez a legtöbb vallásban, itt a nyugati kultúrában is természetes. A másik az etikai szükség hogy miért van szükségünk uh, uh, kinyilatkoztatásra. Ha nézzétek a oldali képet, ez nekem nagyon tetszik, mert összefoglalja ennek a gondolkodásnak a lényeget. You don't need religion to have morals. If you can't determine right from wrong, then you lack empathy, not religion. Tehát nincs szükséged a vallásra arra azért, hogy erkölcsös légy, hogy erkölcsöd legyen. Ha nem tudsz különbséget tenni helyes és helytelen között, jó és rossz között, akkor neked empátiára van szükséged, nem vallásra. Okay? Ez egy tipikus, ilyen agnosztikus, ateista mém, már összefoglal a lényeget, mert azt hiszik, hogy nekünk azért van szükségünk Istenre, hogy valaki megmondja nekünk, mi a jó és mi a rossz. Nem. 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 erről van szó. Ez egy nagy tévedés, mert mindig ez a szalmabábú érvelés, tehát felállítanak maguknak a jelenséget, és azt csépelik, és mi állunk és ott nézzük. Nem, nem erről van szó. Nem a jó és a rossz meghatározásához kell nekünk Isten, vagy jövünk rára, hogy milyen jó, hogy van kinyilatkoztatás, hiszen a lelkiismertünkben ott működik az, hogy ölni, lopni, hazudni, gyávának lenni, erőszakoskodni, stb. Ezt az égenlága minden emberi kultúrában, ezek az alapdók ott vannak. Ezeket elítéljük, ezeket szankcionáljuk, ezeket próbáljuk kerülni, vagy valami. Vagy korlátok közé. Tehát korlátozni. Az erkölcsi parancsnak a kinyilatkoztatásból azt tudhatjuk meg, hogy az erkölcsi parancsok, amit itt benn megszólal, meg amire nem véletlenül minden társadalom azért valahogy eljut, hogy ennek kultúra feletti, ember feletti forrása van. Hogy az emberi indokok szubjektívek, hogy nekem nem tetszik az, hogy, hogy hát szerintem lopikálni helytelen. És akkor miért? Hát mert az valaki, meg ilyenek. Tehát, hogy igazából végigmegyünk, oda jutunk, hogy hát mert én úgy gondolom, jó, de miért? Hát mert szerintem, de miért? Hát mert nekem ez az én érdekeim, az én szempontom, az én véleményem, nekem úgy tetszik, kész. Ez kevés. Az is, hogy egy közösség határoz meg valamit, és mond ki valamit, vagy az, hogy a törvény egy adott mond ki valamit, az ellenkezőjét is ki tudjuk mondani. Az egyik törvény engedi, hogy egy népcsoport bejön az országba, és ott virágzó kultúrát teremtsen, a másik még a, a követ. törekszik a következő évszázadban. Vagy nem, nem is kell annyi idő. Az ellenkezőjét is tudjuk. És a másik nem csak az, hogy kultúra feletti, ember feleti forrása van az etikai parancsnak, hanem hogy kaphatunk erőt helyesen dönteni, és helyesen cselekedni. Miért? Mert az ember esendő. Tehát nem csak a, a, az emberi indokok szubjektívek és változnak, hanem bizonyos kényszerhelyzet nyomás hatására brutálisan az ellenkezőjükkel tudnak fordulni. Saját magunkkal szemben nincs erőnk. Amikor ott áll egy tömeg, ugye Tuci Hutu ellentétek Ruanda, és ott áll egy tömeg, és két kislány, tínédzser lánya hátán egy-egy gyerek, gyerekkel, és az egyiket elveszik arra, hogy macsetével feldarabolja a másikat. És ott áll szegény kanadai rendőr, és most kilerőjön a nemzetközi rendfenntartó. A tömegre, a gyilkoslányra, vagy, vagy a magát lője fejbe. Tehát olyan élethelyzeteket tudunk produkálni, hogy ott száz nap alatt 800 ezer embert öltek meg. Tehát Hitler kispályás volt ahhoz képest, amit ott egymással csináltak a ruandaiak. Egy olyan országban, ahol a lakosság nagy része kereszténynek mondta magát. De a törzsi identitásokat gyönyörűen föl lehetett használni. Az evangéliumot és annak a minden nemzeti meg egyéb identitáson túli erejét egyszerűen nem tudták abban a kultúrában valahogy úgy tálalni, úgy olyan erővel képviselni, hogy mégiscsak egymásnak estek ezek az emberek. Száz nap alatt 800 ezer halott macsetével. Feldolgozhatatlan. Akarja és tényleg el akarja felejteni. A mai kultának is ami ott történt, pedig ezt nem lehet. Tehát emberfeletti a forrás, vagy csak emberi? Honnan ered ez a parancs, hogy ne ülj, ne lopj, ne erőszakoskodj, stb. stb. Kaphatunk erőt, helyesen dönteni és cselekedni, vagy csak magunkra utalva? Magunkra vagyunk utalva. És világkép és etika kapcsolata, ez is egy nagyon érdekes dolog, amit így, így gondolkodtam ezen az egész témán, az ókori vallási kultúráknak három nagy típusa volt. Volt egy politeista egy dualista, meg egy monista. A politaista ugye a sok hívő. És itt a görögöktől a védikus istenekig a te mindenféle ide bepakolható. <laughs> ugye, nagyon egy kapta fára készültek ezek a politaista világképek. A dualista világkép, ugye az, hogy minden létezőben valamiféle kettősséget keres, Ez egy természetmisztika. Egy ilyen kettősséget lát a minden létezőben. Tudjátok a Yin és a jang, ugye a Domnak a árnyékos napos oldala, a tau, ugye a fekete-fehér egymásból vadó cseh, stb. stb. Tehát minden létező kettős, és egy másik, a monista felfogás, és itt nem csak a hinduk, görögök is jutottak dualizmussal, monizmussal ugyanúgy, hogy minden egy végső soron, és a dolgok, ez a sok kettőség, amit látunk, ezen túl van az igazi valóság, az igazság ezeken túl, ezeken az ellentétek világán. A legeklatásabb példa az advaita a filozófia Indiában. Na most ennek a világképnek következménye van, ez megénik az etikában. Mert a világképükben a jó és a rossz, az igaz és a hamis, tehát az, amire az etikánk épül, mert a különbségtételre, ez ugye mit lehet csinálni? Látjátok, egy sorban van a politeista, és akkor vele egy sorban a másik oldalon látjátok, hogy ezek halhatatlan erők. Tehát természeti jelenségek, társadalmi jelenségek vannak megistenítve, vagy hát megszemélyesítve a görögöknél, ráadásul ember alakban jelennek meg. Tehát ezek erők ebben a világban, a szerelem, az erőszak, a nap, a hold, az éjszaka, a, a nappal, a stb. minden az, ami, az, ami körülvesz minket, ezek halhatatlan erők, akiket, amiket befolyásolni próbálunk, hogy túléljünk. Áldozat, mágia. Tehát a védák az egy varázs kézikönyv. Hogy kell rituális mágiát csinálni a négy pap, mindegyiknek van egy, egy tudáskönyv, egy, -egy szakkönyve, hogy hogy lehet befolyásolni az isteneket. Ez kő, kemény rituális mágia. A, a, görög isteneknek is az áldozat rendszeresen naponta. A az, hogy itt vannak ezek az erők, ennek a világnak a részei, és ezeket próbáljuk befolyásolni, mert ezek mindig ott lesznek. Tehát Afrodité is, meg Árész is. A szerelem is, meg a háború is. Ezek mindig ott lesznek. És arra, hogy próbáljuk valamelyiket befolyásolni. Mi az ismeretlen Istennek emelt oltára a témban? Ez a probléma a politizmuson, sose tudjuk, hány van még. Bocs, ha valakit nem tisztelnénk, annak is emeljük oltát, és oda rendszeresen leteszünk valamit. Nehogy megsértődjön, mert ugye megsértődnek, és, az egy, és, a, és amit, amit nem szabad, ugye ez a hübrisz, hogy te jobbnak és többnek gondolod magadat az Isteneknél. Na, ezt nem tűrik. Oké, okay. tehát veszélyesek, és valahogy üzletelni kell velük, de ezt adok, hogy kapjak. Áldozat, mágia. A másik a dualista rendszer. Maradjunk mondjuk a, a kínai taoizmusnál, hogy a minden létező kettős, tehát tulajdonképpen a világban ezek az ellentétek egymást kiegészítő ellentétek. Ez nagyon fontos. A jó és a rossz egymást kiegészíti, az igaz és a hamis egymást kiegészíti. Egyrészt mind a kettő mindig is lesz, másrészt az egyiket nem tudom definiálni a másik nélkül. A jót onnan tudom, hogy mi, hogy kell a rossz, hogy definiálhassam a jót. Az igazat onnan tudom, hogy kell a hamis, a hazugság, hogy definiálni tudjam. Tehát ezek mindig is együtt lesznek. És kicsit távolszósan fogalmazva, a Jedik mindig ki fogják termelni a sziteket. Mert kell az ellenségkép. Igen. És ebben a világban mit lehet csinálni, ahol mindig is ott vannak ezek az erők, ez az összes jó, rossz, stb. stb. Ez mindig ott van, mit tudunk csinálni? Hát maximum az egyensúlyra tudunk törekedni. Az elhérhető legjobb, hogy le legyen, annyi, ha legyen annyi jó, tett, mint ahány mészárlás van. Ebben ez következik. Ez a TAU világképe, ha úgy valami rossz egy gyorsan valami jót kell, valami jót csináltunk, úgyis történik valami rossz, hogy valahogy mindig felből az egész, de amit tehetünk, törekedjünk az egyensúlyra, vuvej, ne cselekedjünk, ez a fajta nem, nem szándékos a szándék nélküli cselekvés, ami talán helyre a dolgokat, de nem annyira, hogy megint felborjon az egész. Tehát nem könnyű egy ilyen világképpel is dolgozni. És ott a monista világkép, hogy minden egy, tehát tulajdonképpen az egy, a végső valóság túl van az ellentétek világán. Tehát az ellentétek világa igaz, hamis, jóról, szeretet, szeretett gyűlölet, valahol igazából illúzió, a valóság ezen túl van az ellentétek, amire az etika épül, ezeken az ellentéteken túl van a valóság, az illúziót, meg kell haladni. Eljön ez a rengeteg meditációs módszer, módszer móksa, szabadulás. Ezek a fő típusok, a emberiség vallásainak fő típusai, így, így tömörem. Először is, hogy melyik igaz, <laughs> tehát megint csak ezek az egymást kizáró rendszerek, ugye melyik igaz, másodszor mindegyik zárt rendszer. Ez tökéletes, ha egyszerűen csak föltérképezed, ha a természetből indulsz ki a teremtett világból, és föltérképezed, és akár uh, ilyen megszemélyesített természeti jelenségek, természeti tárgyak, társadalmi erők, mint a nap, a hold, az ég és a föld, a szerelem és a háború, akár ilyesmibe gondolsz, vagy egyszerűen csak leírod azt, hogy mi az, ami a Yin, mi az, ami a janghoz tartozik, és annak a megfelelőit szépen összeszeded az egész világban, vagy ugyanígy a, a, tao, vagy a hinduk, a hindu papok a, a, a védelem, a rta, a világrendet leírták úgy, hogy minden mindennel meg volt feleltetve. Tehát az, hogy melyik Isten, melyik nap, melyik ünnep, mikor, hogyan, milyen színű tégla, milyen füstölő, milyen állatot kell levágni, milyen színű ul a papol, milyen mantrának kell elhangozni, stb. 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 Ezek mind ilyen összefüggések, de ez mind egy lezárt rendszernek a leírása. És ezeket az zárt rendszeren belüli erőket próbálják valahogy kezelni áldozattal, mágiával, Azért megjegyzem a négy hindú, a négy védikus papnő, az egyik a Brahman, ő az, aki a, a varázsiréket kezelte, az Atarva védát, tehát ha félre sikerült volna valami, hogy itt ne hagyjon meg mindenki, ne üssön vissza a varázslat, és akkor győztes csata helyett vereség, meg megszöltik a trónörkös helyet, meghal a feleség, meg hogy nehogy valami ilyesmi történjen, ott kellett lenni egy ilyen mágikus kontrollal, meg különben visszafelé sül a varázslat. Tehát ez ez egy veszélyes dolog. Vagy ha, ha, vagy ha az egyensúlyt akarjuk mindenáron megteremteni, vagy arra kell vigyázni, ez a legjobb, amit tehetünk, akkor mindig is lesz harc, és lesznek jók, és lesznek rosszak, és mindig ugyanazok a történetek is ismétlődnek. És a mitológiákban ezt látjuk. Azért ilyen időfeletti, nem e világban, nem ez ebben az időben játszódó a mitológiai, az eposzok és a, a mitológiai figurák, azért nem e világiak, mert egy ilyen általános, egyetemes, mindig ugyanezt történik, ez a végső tanulság jellegű üzenet van bele, dolgozva ezekből a mitoszokba. Az általános, ez van, ez történik, ez az, ami tipikus, mindig ez van. És ha olvasod a mitoszokat, főleg ezek közel-keletiek, de hogy a görögök, nem le, ők találták fel a tragédiát. Tehát, ne, nem túl építő. <laughs> Pláne úgy, hogy itt a Babilonban hivatalosan állami szinten előadták ezeket, amiket mi most csak olvasunk, ezeket a Gilgamesh meg a többi. Ezek ott levonal, mindenki által levonandó tanulságok voltak. Ugyanazok a történetek ismétlődnek, és minden ilyen világképre épülő kultúra statikus, és évszázadokon, évezredeken keresztül nem változik semmi. Mi a tapasztalat, mi az életérzés, amit le lehet vonni? A szenvedés tulajdonképpen az élet szerves része, a halál az élet szerves része, ugye tudjuk, és sose lesz vége. Sose lesz vége. A másik az igazság, minek a függvénye, hatalomnak és nézőpontnak. Mindig ez a relatív, vagy akinek a kezébe van a kard, annak van igaza, hogy mi a végső valóság, hogyan kell helyesen cselekedni, stb. Ez nézőpont kérdése, hatalom, hatalom függvénye. És az isteni, való kommunikáció, kapcsolat, stb. Ez, ezekben a vallásokban mindig vagy egy kaszt, itt a Brahmina külön egy papi kaszt feladata, hogy ezt az Istenivel kapcsolatba kerüljön, azt feltérképezze, eligazodjon ebben a világban, kapcsolatban legyen vele, közembereből az alsóbb kasztok ki voltak zárva, ez egy kasz feladata, vagy egyes szerencsések eljutottak bizonyos helyre, ahol találkoztak valami Istennel, vagy az Istennek kiválasztottak egy, egy figurát, egy kiválasztott ember, akihez szóltak, vagy akinek nyögtek valamit, vagy valami ilyesmi. De lényeg az, hogy a legtöbbünk számára az Isteni világa, a láthatatlan, a természet fölötti a hétköznapi kis Babonás Mágiás gyakorlatoktól, stb. Eltekintve, egyszerűen elérhetetlen, és az az igazság, amikor a görög a diszfunkcionális a, a Isten családot, meg a többit ismerve talán nem is baj, mert már némely görög filozófus ki is mondta, hogy hát az emberek jobbak, mint az isteneik. Ahogy viselkednek. És ha érdekel még a görög isteneknek milyen nehéz a Percy Jackson és az Olimposztiák sorozatot alá, ajánlom, már kilenc kötet megjelent. Így gyönyörűen bemutatja egy, egy nagyon korrekt mitológia tanár, hogy mit jelent görög istennek lenni ma Amerikában. <laughs> Természetesen. Oké, okay. a probléma ez, ezek a legmélyebb kérdéseinkre a válaszok? Ezek a válaszok a legmélyebb kérdéseinkre? az átrendszerbe gondolkodunk, ahol szépen minden meg van feltette, föl van térképezve, és erőket próbálunk manipulálni, vagy az egyensúlyt próbáljuk elérni, vagy valami ilyesmi, akkor, akkor, akkor ez van. A nyitott rendszer az anomália, ez a bizonyos rendszeren kívülről jövő kinyilatkoztatás. A Biblia világképe is ilyen. Mert a Biblia teremtője az nem csak valamilyen természeti jelenség, vagy hely, egy helynek az istene, egy tónak az istenője, vagy egy hegynek az istene, vagy valamit, vagy, vagy, a világ valamelyik része, hogy ő az ég, vagy a föld, vagy az alvilág, vagy valami ilyesmi, hanem az, aki ezt az egészet létre parancsolta. És ő létezett korábban is. Tehát a világ nélkül azon kívül is mindig létezett. De létre parancsolta, belülről áthatja. Ugye, hogy egyszerre olvasok a Bibliában, ez a transzcendencia, immanencia kettős erő, meg még lesz szó, hogy a világ az ő lába alatt zsáma, és ugyanakkor benne élünk, mozgunk és vagyunk. Tehát belülről át is hatja. És éppen ezért, és be is avatkozik. Személy és aktív, és érint, érinti őt a mi dolgaink, ezért beavatkozik. Tehát van csoda, és van lehetőség a csodára és a változásra, hogy ne ugyanazok a régi emberi sztorik ismétlődjenek újra meg újra, ahogy azt a karma újra meg újra megtorolja vagy megjutalmazza, meg ahogy az ember mindig is viselkedik, ami az a vég, amilyen a végső valóság, amilyen az ember, amilyenek az Istenek, hogy ezt a mitoszokból tudjuk. Ennek szerintem óriási jelentősége. És ezért jó és igaz, nem függ most már rossztól és hamistól, hanem az ő lényéből fakad. A jó, a szép, a jó és az igaz, ami itt megjelenik még mindig ezen a, ezen a bolygón is, ezen a földön is. Ez az ő lényéből fakad, a jó tud létezni a rossz nélkül. A szép tud létezni a randa nélkül. Az igaz tud létezni a hamis nélkül. Nem nincs szüksége, hogy definiáljuk. Mi a nyitott világkép üzenete? A teremtőnek célja van ezzel a világgal. Ez nem csak úgy megy. Olyan, ezek a ciklikus világképek ezekben a régi mitológiai vallásokban, misztikus vallásokban újra meg újra ismétlődik. Brahma álma tart, hosszú évmilliárdokon áll, de aztán az egész visszamegy, eltűnik a világ, és megint ismétlődik, és újra álmodja az egész. Ugyanaz ismétlődik. Oké? Okay? Tehát nem, ennek célja van. Ugye, ami körbe megy, annak nincs célja. Aminek kezdete van, és vége és folytatása, az egy egész más világ. És hogy együtt lehet vele működni. Hát nem manipulálni áldozatokkal, mágiával, meg próbálni valahogy egyensúlyozni az erőket, mit csinálni, mit ne csinálni, meg ilyenek, vagy valami más tudatállapotba kerülni, és hogy túljutni ezen az egészen. Hanem együtt lehet vele működni. És még egy fontos üzenet, ezt első nap láttuk, hogy a szenvedés a rossz, a hamis, hogy egy napon véget fog érni és láttam új eget és új földet, és a réginek, a, ennek a jellegének a neve sem említetik. Ez az üzenet, már az Ószövetségben, az Új Szövetségben is. És mégül, hogy az igazság, az nem valami, amire elég, ha elég intellektuálisak vagyunk, elég spirituálisak vagyunk, akkor mind el, feltornászunk magunkat arra a szintre, hogy fölmászunk annak a helynek a tetére, ahol, ahol, végre észrevesz minket az Istenség, amelyik ott ül, stb. stb. nem, hanem valaki, és ő megismerhetővé vált. Tehát ezért gondolom, hogy a kinyilatkoztatása Uh, tényleg spirituális, uh, ismeretelméleti, etikai, minden szempontból egyszerűen szükségünk van, ha realisták vagyunk. Nekünk ma már könnyű, mert mi már utólag gondolkodunk ezen. De ez nem véletlenül senkinek nem jutott eszébe. Ez a zsidóknak csak úgy eszébe jutott, hogy ez az egész, akkor ők a, zs a világ zseniei minden szempontból, mi látjuk a Biblia különlegességeit. Hát tudjuk magából a Bibliából, hogy nem voltak zsenék, hanem ugyanolyanok voltak, mint, mint bárki más. Oké, okay, nem voltak jobbak, mint, mint más nép. Ez a nyitott rendszer um, reménysége és tapasztalata. Ezek után lássuk a Szentírást, a bibliai kinyilatkoztatás különlegességeit, és uh, mielőtt ebbe belemennénk, hogy azon gondolkoztam, hogy tulajdonképpen mi hitelesíthetné, a, mi hitelesíthetné egy kinyilatkoztatást. Például, aki átéli, annak a személye milyen. Tehát ez egy hiteles ember, vagy egy egy hát egy fura figura. Mi is tudjuk, hogy valaki valamit mond, érezzük, hogy hazudik, vagy nem, vagy hát nagyon tudunk csalódni, még ilyesmi, de azért vannak jelenlőnek ha valaki hát nem egy kóser személyiség. Ugye? Aztán milyen az élmény jellege? Tehát, a, tehát tényleg ez a Józsi néni a, gala, a garázsba gellert kapott, és aztán azóta is mondogatja mindenkinek az utcán, hogy hogy neki mit mondott az angyal, amelyiknek zöld volt a bőre, meg mit tudom, hogy... oké? Okay. Tehát az élmény jellege, meg tudjuk ítélni, hogy ez itt, itt valami stimmel, vagy nem stimmel, oké? Okay. Aztán az állításai másoknak is ellenőrizhetők. Tehát mond valamit, oké, okay, de ezt más látta, vagy amit mond, az másról is szól, tehát az az egész közösséget érinti, meg is történik, tehát más is... Látja, hogy megtörténik. Mit az egyik bibliai profita mond valamit, hogy ide a király, ne menjél neki az asszíroknak, vagy az egyiptomiaknak, mert ebből baj lesz. Ha nem hallgat rá a király, ezt az egész Izrael megszívja. Mindenki tudta, hogy Isten előre szólt. Tehát ellenőrizhető volt az üzenet valódisága. Oké, okay? Tehát, hogy ilyesmi van például. Aztán a történeti hitelesség szempontja hogyha egy szent, nagyon kevés szentírás foglalkozik ezzel, de hogyha tényleg történelmi, azt állítja, hogy amiről szól, az történelem, és most nem feltétlenül itt amin a sintó legendák, a Kojikiben a, a japán nép története, meg az éppen a Yamato uralkodóház, hogy mondjam, isteni eredete, ugye Amaterasu Umikamitól, a nagy napistennőtől, és, és, és visszane, visszavezetve még sok-sok generáció, pedig hát a kortársak nem tudták, hogy ennyire lég lenne ez a klán, ugye <laughs> is ellene, de azért meg, megszületik egy könyv, ami így valahogy láthatóan igazolja azt, hogy ez a klán, ez a család, ez uralkodó család, hát mennyire visszamegy a múltja a történelem elé. Tehát ki tudja ellenőrizni, ugye? Vagy ott van a Mormon könyve, hogy a zsidók áteveztek Amerikából, a elti 6. században, bocsánat, áteveztek Palesztinából a csendes indiai és csendes óceánon át Amerikába, és ott egy ezer éves szuperkultúrát alapítottak. Oké, okay, tehát van történelmi állítása, és akkor a Krisztus után 4.21-ben ez is megszűnik, mert a csúnya um, a lámáníták, kinyírják a nefitákat, mindegy, ott ilyen helyi amerikai zsidók harcolnak egymással. És egy ezer éves szuperkultúra, és olvassuk, hogy zsidók lovakon ülnek és acéliakkal lövöldöznek Amerikában, Kolumbusz előtt ló. Meg természetesé van disznó, meg tehén, meg minden, ami a 19. századi New York államban természetes volt, és amiről ma tudjuk, hogy Kolumbusz előtt nem létezett Amerikában, ez ott mind megjelenik, és minden, amit a régészetből tudunk, a régi Amerika történetéről, kultúráiról, vallásiról ellentmond a mormon könyve történetének, és nem tudunk semmit a régészet, a nyelvészet és a genetika alapján, ami támogatná ezt a sztorit. Tehát itt van egy történelmének szánt könyv, ami bizonyíthatóan, ez nem hitkérdése, bizonyíthatóan semmi köze az ismert emberi történelemhez, akkor, akkor itt valamilyen hitelességgel gond van. Ugye érezzük. A probléma az, hogy ezt még a valástudományberkekben sem lehet ezt így kimondani. Mert annyira ciki. De miért? A valóság már senkit nem érdekel? Vagy? Az, hogy megbántunk embereket ezzel, hogy valami ilyennyire hiteltelen, és akkor az alapító, az Smith még mikor hazudott? Ha itt hazudott. Ezt ki kell mondani. Tovább kell lépni. Nem? Ha nem, miért nem? Lehet kutatni, de engem zavarnak. Azt hogy a szövege fennmaradt. -e. Tehát ha Isten szól, mond valamit, akármennyit, akkor nyilván ugye hogy hogyha ennek nem csak aktuális jelentősége van, és ez mindenhol ugyanezt el kell mondani a századonként, hogy egy ilyesmi, hanem így örökre, meg a későbbi korok számára is, akkor ez egy fontos dolog, hogy fennmaradjon egy szentírás. Nem? Tehát például ott van az aratustrának a. Az Avesta, ugye az Avesta nyövi óperzsa kinyilatkoztatások, ugye, amiket egy akkora Mazda leküldött neki, ez egyik ilyen köztes lényen, egy ilyen manifestáción keresztül, azoknak a régi, a régi Avesztai szövegek nagy része elveszett. Középkori, a mi középkorunkból származó középperzsa paklai szöveg alkotják a, mai az és közösség hitének a, a nagy részét. Az ókori szövegek elvesztek datálni se tudjuk, tehát egy, nagy, egy része, jelentős része elveszett. A uh, kommentárjai maradtak fel, meg, meg, ilyesmik. Tehát fönnmaradt egy szöveg, vagy nem? Aztán, hogy feldolgozható-e például ez a, ez a, kinyilatkoztatás, vagy ez az egész szentírás mennyiség. De gondolj bele, és agyhálát szerintem, az újszöveg, hogy a Biblia az egy könyv, és az új, szöveg, és az új egy az új egy 800 oldal. Gondolj bele ott van a tipitaka, ugye? A buddhista szentírások. Tehát a páli nyelvű tipitaka, így, ha szépen a nyomtatott verzióban leteszik a 40 kötetet, az 12 ezer oldal. Az erre épülő Maháján és Vajrayana a irodalom, a kancsúrti vedben az a 108-111 kötet, olyan körülbelül 110 ezer oldal. Oké? Okay? Tehát ki az, aki felfogja ezt a vallást, hogy mi mindenről szól ez a vallás, mielőtt csatlakozik hozzá? Most úgy őszintén. Ezeknek nagy része még le sincs fordítva. De hányan nyugaton csatlakoznak ez a valláshoz, és úgy gondolják, hogy az, amit itt lámáktól megtanulnak, hogy ez a lényege, ez a leegyszerűsített minimálártos változat, stb., amit itt kapnak, hogy ez, ez tényleg lefedi azt, amiről az a 110 oldal szól. Tehát felfoghatatlan mennyiség, mondjuk ez nem kinyilatkoztatott vallásról van szó, ugye? de akkor is. Tehát feldolgozható mennyiségű ez a szöveg? A, vagy nem? Aztán a tanítás, hogy koherens vagy nem, ebből aztán tényleg nem menjünk bele, hogy kinek mi logikus, meg, meg, meg ilyesmi. Belülről nézve mindegyik logikus és koherens de mindenhol vannak őszinték, akik azt mondják, hogy nem valami itt, valami nem stimmel. De tehát tényleg ezt látjuk, hogy, hogy nehezen mennek át a Bibliában, és bizonyos dolgok nehezen állnak össze, bizonyos témákról a kép nehezen áll össze, pláne még olyan valásokban, amelyek nagyon hosszú idő alatt keletkeztek, és nagyon másnak ellentmondásos szövegek és világképek, istenképek fogalmazódnak meg. Tehát például egy, egy indiai keresztény testvér kérdezte, hogy amikor, hogy és hinduként kezdtél felnőni az igazsággal, elkezdtél foglalkozni, elmentél a paphoz, azt mondja, igen, és? Hát bementem a paphoz, kérdeztem, mi az igazság. És egy körbe mutatott. Ott volt egy ilyen könyvtárnyi hindu vallási És azt mondja, és melyik az igaz? Hát attól függ neked, milyen a karmikus szinted. Akkor neked ez lesz igaz. Neki meg az, nekem meg amaz. Tehát ez mit jelent? Nem egy valóságban élünk a valóság szigetein. Ha ez igaz. Aztán okay. az értelmezése, a fordíthatóság, ez is mindegyiknek a korán értelmezésének is megvan, a maga hagyománya, a maga problématikája, a hindúiratoknak, a, 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 a buddhista szövegnek is, a fordíthatósága, a korán-arab szövegének is a fordíthatósága. Tehát itt egy csomó olyan dolog van, amit ha az ember belássa magán, akkor nem értelműen mondják muszlimok, hogy ha nem az arab eredetét olvasod, akkor ne, nem értheted. Mondjuk akkor a muszlimok 80%-a sem érti, hanem az arab eredeti olvasod, ugye, akik nem tudnak arabul. De hát ők nyilván ugye tudják, mihez csatlakoztak, hogy tudják, mivel hisznek. De akkor is ott van ez, hogy ez lefordíthatatlan, utánozhatatlan. Ugye? Miközben mi az őszövetségben meg éppen azt látjuk, hogy nem csak egy másik nyelvre lefordítható, hanem egy másik kultúrára is. Tehát ott van egy olyan anyagi kultúra, amiben, amiben nincsen um, búza, tehát nincs kenyér ott az amazonaszbeli törzseknél, akkor Jézus lehet az élet banánja. Mert pontosan tudják, mit jelent. Ha nincsen elvont szavuk, hogy hit, akkor le lehet fordítani azt, hogy akarsz Jézusra a függő ágyadat. Mert ott éjszaka az őserdőben megnézed, hogy mire akasztod a függőágyadat, mert ott vannak lenne a kígyók, bogarak, stb. 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 Tehát a bizalom, hogy akar az Jézusra a függőágyadat, és aztán feküdj rá. Tehát nincs elvont fogalmuk, de a képet ismerik, a mozdulatot ismerik, értik. Tehát fordítható. Ezt próbáld meg egy pálin, vagy egy hindu, egy szanszkrit szöveggel, ahol ráadásul a szanszkrit szöveg pontos kiejtése is a spirituális hatás garanciája. Anélkül csak felolvasod az információt de nincs ott, az info, nincs ott, a spirituális hatás, ami a szanszkrit szöveg pontos kiejtésénél kell. És itt tovább, a korábbi hivatkozott kinyilatkoztatásokkal harmonizál. Tehát amikor jön a, a Korán, ami saját felfogása szerint felülírja az új szövetséget, és az új szövetséget, a keresztény vallást, és a zsidó vallást, ugye az iszlám, felülírja. Azt mondja, hogy ugyanazt tanítja Mohamed, mint amit Jézus meg, meg Mózes tanított, de mi zsidók és keresztények azt látjuk, hogy nem ismerünk a saját vallásunkra a korámból, akkor itt valami nem stimmel, ugye? vagy elmondja Jézus történetét, 600 évvel Jézus után, Jézus igaz történetét. És abból semmi sem stimmel azzal, amit az egyház mindig is tudott az apostoli és a patrisztikus hagyománynak teljesen eltmondó képet fest Jézusról. Tehát ebben a kinyilatkoztatás vonalban helyezi el magát, hogy Mohamednek ugyanaz a Gábia arkangya szó, mint aki Máriával beszélgetett, mert aki az Ószövetségben valahol megjelenik. Tehát ugyanez a vonal, ha megjelenik, most nem is emlékszem itt a Gábia. Tehát hogy ez a bibliai kinyilatkoztatás vonalban helyezi el magát, de amit mond, az teljesen eltmond a minden korábbinak tartalmilag. Ha önálló vallás lenne, azt mondják, hogy oké, okay, egy önálló vallás, de így, hogy ebben a vonalban helyezi el magát, ez nem éppen hit, a hitelesítés, a hitelesség jele, hogy ennyire nem harmonizál vele. Ugyanez a mormon belül a mormon könyve, a tanészszövetség és, az, és a, a nagyértékű gyöngyszem kinyilatkoztatás sor, sorozaton belül is ellentmondások vannak. Még az Isten kép is más. Tehát akkor itt valami nagyon nem stimmel. Nem értem, hogy nincs mormon teológia, mert egy ilyen vastag szentírás kötetük van. Ószövetség, úszövetség, mormon könyve, tanőszövetségek, nagy és ez így egybe, ez nem koherens. Ilyen egyszerű. Aztán, hogy egyetemes ez az üzenete. Tehát tényleg Isten üzenete minden emberhez szól le, és az azért vált az a szempont számra érdekessé, mert egy csomó etnik vallás, etnikai vallás. Tehát a Sintó mitológia miről szól a japánokról? a japán szigetek keletkezése, a története, ha hát nem vagy japán, nem lesz sintóista. A szerint. Vagy ott van a hindu vallás. A klasszikus hinduizmusban eh, az, ahhoz, hogy hindu legyél, hindúnak kell születni. Tehát hindúnak születni kell. Ez nem az a vallás, amire át lehet térni. Nem hogy sosem misszionált a, hinduizmus. Azt, hogy a 20. században néhány guru eljött ide a nyugatra, és, nyugat, és, és nyugatiakból csinálnak hindút, tehát hogy elhitetik, nyugatiakkal, hogy ők is hinduvá lehetnek, sőt, egyből a legfelső papikaszba kerülhetnek, meg ilyenek. Ez egy teljesen új jelenség a, a hindu, hinduizmus lassan, nem tudom, három és fél ezer éve alatt, ismert három és fél ezer éve alatt. A nyugatiak, akik nem ott, nem hindunak születtek, azok hinduvá lehessenek. Tehát nem rólunk szól ez a vallás, nem nekünk szól, hanem, hanem eleve ott a, a helyiek saját gondolatai, saját világa. És végül, hogy a világképpen realista, az ember formáló hatása jótékony, hát ebbe aztán végképp nincs idők belemenni, mert melyik szentírás, még etika hova vezet egy adott kultúrában, de ezt érdemes kutatni itt, megint csak azt mondanám. És akkor a vallási forrásai, hogy egyáltalán nem is a túlvilágról származik, tehát nincs kinyilatkoztatás igény a kínai vallásoknál, a taoizmus, konfuciánus esetében. A buddhizmus esetében sem, buddha, nem, nem, nem egy isten, aki kinyilatkoztat, hanem egy ember, aki megvilágosodik, valamilyen tudatál, módosult a Megvalósít és elmondja másoknak, hogy ezt hogy érjék el. Aztán már látjuk a szellemvilágot, és itt a törzsi vallások, sámánok, stb. világa, ez egy óriási terület az emberi vallásosságban, hogy innen jönnek információk a világról, meg főleg a láthatatlan világról, de ezek nem Istenről szólnak. A gnózis és a régi hellenizmuskori uh, ilyen szinkretikus valláskeverés, amiben az új is találkozunk. Ez is egy végső soron személytelen távoli istenség, ről szól, vagy hogy oda vissza kell jutni az ő világába, meg abba visszaolvadni, és ilyen köztes lények iszonyatos átláthatatlan hierarchiája az, ami itt igazából közvetít, és az információt, a, a gnózist eljutat itt, itt az emberhez. Tehát a szellemvilág, ugye ez a spiritiszták. Közvetve Istentől jön, Uh, ugye az, or az például megjelenik, ugye nem maga Ahura Mazda, ugye a bölcs úr, vagy hát a létező, aki értelmes, uh, nem ő maga jelenik meg neki, hanem az egyik hat manifestál, vagy hat ilyen uh, kiáradása van, és az egyik ilyen Ames Aspenta jelenik meg neki vízióban, és, és közvetíti a kinyilatkoztatásokat. nem közvetlen. Ugyanezt látjuk a vagy hasonlóan közvetett dolgot látunk a hinduizmusban. Ami jó, hogy az, hogy hinduizmus az nem ilyen semmi. Tehát, mert annyira gazdag, annyira sokféle dologról van szó, de mondjuk egy, egy kulcsfigura viásza, akinek a neve azt jelenti, hogy szerkesztő. Okay. viásza, aki ugye szerkesztette ezeket a nagy új indeposzokat, mint a Mahabharata, a Ramayana, és a többi, és a védákat is ő jegyzetelte le, de nem úgy, hogy egy istenség diktálta neki, hanem ő egy látnokként, tehát az, hogy át élő látnokként, Ugye? Ő kvázi az antenáival a spirituális <laughs> információt valahogy befogja, és ő diktálja Ganésának, ugye Siva és Párvati Elefántfejű gyerekének, ő diktálja a védákat. Tehát egy ember, egy látnok, aki hát nagyon hosszú ideig él, kvázi a légkörből inspirálódik, tehát nem nem egy Gábriel alkangyal súg neki, mint Mohamednek, nem, nem úgy, hogy Isten szól egy, egy, bibliai profitának, hogy jelenik meg Jézusban, hanem úgy a légkörből, ami úgy ott van, ugye ebben a világrendben, ebből leszűri a tanulságot, és akkor le, lediktálja Ganésának, egy Istensének a védákat. Na most, ha ez mindenhol ott van tényleg ez az információk, ezt más is leszűrhette volna, nem? És ráadásul mi az egész? Nyers rituális mágiáról. Nem hindu bölcsességek, meg ilyesmik a védák. Oké? Okay. Egészen más. Oké? Okay. Van egészen más világ. És végül ott az iszlám. Megint csak azt hinnénk, hogy isteni kinyilatkoztatás. Nem. A Korán tagadja, hogy közvetlenül Isten szólna emberhez ezt tagadja. Kizárólag álmon keresztül és küldötten angyalon keresztül szólhat az ember. Tehát Mohamed is nem Istentől kap kinyilatkoztatást. Közvetett módon Allah a hetedik égből leküldi az első égig az üzenetet. Ott van Gábri Arkangyal, meghallgatja, megjegyzi, lehozza, Mohamednek sugalja, Mohamed hangosan recitálja, és az írnokok pedig leírják. Tehát ez a leküldés, ez egy ilyen közvetett valami, maga Isten nem szólhat emberhez. A Korán szerint. Csak álmon, álmon keresztül, vagy, vagy küldötten angyalon keresztül. Tehát a közvetlen isteni megszólítottság... Jó, persze rengeteg ember van, aki ilyesmit állít ma már, jó, tehát ezt most felejtjük el, most a nagyobb vallásokról van szó. A közvetlen isteni megszólítottság a judaizmusban és a kereszténységben, a bibliai kinyilatkoztatáson abban jelnik meg. Mik ezek a bibliai anomáliák? Ilyen összehasonlító tanulmányként, az első a történetiség. Más vallási íratok, azok eredet mitoszok. Egy adott nép eredete, története a szigetek, ott Japánban, vagy az, az a törzs ott Afrikában, vagy valami ilyesmi, vagy misztikus filozófia, költészet, mit tudom én, a, a Guru Granth Sahib, a szik guruknak a szent könyve, vagy a tíz gurunak a könyve, mindenféle énekek, í, úgymond inspirált vallási, tehát vallási költészet. Oké, okay, szépeknek, de ilyen inspirált vallási költészet, vagy vallások, ugye a koránban, aztán végképp. Itt viszont azt látjuk a Biblia esetében, hogy Isten létrehoz egy népet, tehát ott van egy elagott Beduin meg a felesége, ugye, bocsánat, Ábraham. és létrehoz egy, egy csodát tesz velük, létrehoz egy családot, egy nemzetséget, egy népet, egy kultúrát, tehát ez egy mesterségesen létrehozott kultúra. Amit elhangzik, amit keletkezik, azt mind ő határozza meg, és nem a helyi éghajlattól, környezeti viszonyoktól, stb. Től függ. A megfogalmazás sokszor igen, de alapvetően ez egy mesterségesen létrehozott kultúra. Együtt él vele, és az évszázados közös tapasztalatok által ismerteti meg magát. Tehát ez az egyetlen ilyen uh, story, egy, ez egy történet, az ismert emberi történelem részeként Isten évszázadokon át, az ismert emberi történelem részeként együtt él egy néppel, szövetséget kötvele, együtt élvele, és közben ismerteti meg magát. Miközben egy hát csomó minden jó dolgok történnek, meg borzalmas dolgok történnek, és így viselkednek, úgy viselkednek, mindent látunk. Nagyon zűrös, nagyon zavaros, annyira emberi, mert, mert tele van mindennel, amit mi is ismerünk. De ott van Isten, és ő egészen másképp viselkedik, és ezért el egészen átneveli ezt a népet, legalábbis próbálja, illetve hát minden nemzedéket át kell nevelni, akár csak a mi esetünkben. Oké, a lényeg az, hogy létrehoz egy népet, és ott vannak a közös tapasztalatok, önmagát megismerteti, és ugye ő is a történetnek a résztvevője, a történet ő rá is hat. Látható nyomot hagytunk rajta, amikor Jézusban megjelent. másik az őszintesség. Megint egy anomália. Az egész ókori kultúrák, ókori történetírásban, ez, és ezek vallási kultúrák, nem lehet szétválasztani hogy vallás, meg történetírás, meg kultúra, ez csak ma van. Ezek vallási kultúrák történetírásai voltak, ahol minden katonai győzelem mögött egy Isten győzelmét remélték, vagy, vagy azt, azt, gondolták. Tehát minden csatát, amikor felírt, amikor, bocsánat, még egyszer. Tehát minden egyes csata után azt látjuk, hogy mit tudom, az egyiptomiak, meg, a, meg az asszírok valakik ott csatáznak, és aztán mindenki hazamegy, és kőbevési azt, hogy ő győzött. Tehát mindenki saját magát törményezi, és mindenki a győzelmeit írja le, a diadalt. A fáraókat sose úgy látjuk, hogy gondolkodik az életen, vagy, vagy beszélget egy, 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 halandóval, hanem éppen a fején tapos valakinek, vagy éppen fejbe akar verni valakit. Ugye legyőz másokat. Mindig ezek sikeres katonai akció, stb. 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 Az öndicséret egy győzelmek. Egyedül a zsidó történetírás írás jegyezte fel az utókornak a saját hülyeségeiket, a bűneiket, a királyaiknak a bűdületes rossz döntéseit, vereségeit, és így tovább. teljesen kilóg a sorból. Tehát egyszerűen példátlan, és ráadásul az ókori vallási iratok, ugye a mitológiák, az kizárólag istenekről szólnak, félistenekről, vagy harmadrészt istenekről, és néhány kiválasztott hérosz, ilyen hős. Nem közemberek, nincsenek közemberek. A közembereknek nincs jelentőségük. Legfeljebb időnként túl sok van belőlük, és akkor írtani kell őket, vagy túl zajosak, ugye, meg ilyenek, a babiloni régi sztorikba, tehát itt meg közembereket látunk, igen, vannak királyok is, de közemberekkel kezdődik az egész. Tipikus közelkeleti hétköznapi emberek, akik ezt tudunk kapcsolódni. Gilgalmessel próbálj meg kapcsolódni, a, a És aztán olvasd el Ábrahámot. Tudunk hozzá kapcsolódni. Vallási vezetők, közembereik, hibái, bűnei, vereségei, kétejei, minden benne van. Tehát ez egy teljesen egyedülálló Aztán az emberi realizmus. Ugye, hogy istenek, félistenek a szereplők a mitológiákban, a bibliakok húsvér emberek, közemberek. Aztán az emberi lélek és a kapcsolatok működéséről nyújtott kép. Tehát úgy szociológus, pszichológus szemmel. Elképesztő. Elképesztő realista. És, és mondom, ez a modern, és realista. Miközben fogalmak sincs arról, hogy mire jó az agy, és a saját képeikkel, hogy a szívével gondolkozik, meg a veséje, a lelki ismerte minden, de azért elmond olyan dolgokat, meg tud fogalmazni olyan dolgokat, amit a régi görögök talán annyira nem. Mondjuk odáig eljutottak, hogy a hős fel járkál a sátorban, és rázogatja a dárdáját, magyarul szorong. Oké? Okay? Tehát valahogy leírták, de ez a hihetetlen lélektani önreflexió, ami ezekben a zsoltárokban van, minden, ez valami egészen elképesztő. Egészen elképesztő. Erről is tessék tudni. Aztán az egyetemesség. Már mondtam, hogy csak néhány vallásnak van minden emberhez szól üzenet. Igazából a buddhizmus, a kereszténység, az iszlám az, ami úgymond egyetemes vallás, tehát, hogy nem, nem egy adott etnikumnak a vallása, nem arról szól. Egyszerűen, mert Isten ugye a zsidókkal a szövetséget kötött, és azért választottak őket, hogy a többi nép számára is áldássá lehessenek. Tehát ez megint ilyen nincs. Vagyunk mi, valamelyik Isten pártfogotjai, és mi jobbak vagyunk mindenki másnál, és az ő isteneik is, smafú, stb. stb. Itt, hogy minden nép a többi nép számára is áldással legyenek, hogy nekik feladatuk van, hogy nem azért választotta aki Jákob, ugye férgecske, kis kukacka Jákob, mert hogy külön lennél a többieknél, hanem azért, hogy különbön legyél másoknál, hogy felmutass valami újat, valami csodát, vala a változás lehetőségét. Abban a világban, ami tudjuk milyen statikus, és ugyanazok a sztorik. És hát az egyház az első multikultúra. Tényleg. Ja, minden szempontból. Egy másik dolog a tartalmi összhang, a valási iratok koherenciája. Tehát ha van, mert azért mondjuk ha végignézed a hindu valási irodalmat, abban minden van. Tehát minden elképzelhető valási irányzatot megtalálsz és az ellenkezőjét. Tehát ez nem egy koherens valami, hanem mindenféle Uh, vallási irányzatok helyi és, és, és uh, egyéb változatai, amik folyamatosan változnak. Tehát az örök tan, a szanátán, a dharma, az egy örök tanbeli változás. Ugyanezek Ugyanez a gnózis, a hinduizmus, és itt Tehát néhány hosszú időszakon keresztül keletkezett iratok, meg minden persze, hogy nincs bennük úgy koherencia, hogy az egészet egybe tudnám nézni, ahol van, mit tudom én, a Korán esetében, meg ilyesmi, ott pedig tudjuk, hogy egy ember műve, vagy néhány ember műve, ahol van uh, koherencia. Most a bibliai iratok meg 1500 év alatt legalább keletkeztek több tucat nagyon különböző uh, alkotó, státuszú, stb. ember írta, ugye? Az ő írásaikból végig is az egész mű koherens. Van rendszeres teológia, lehet vele csinálni. Próbáld meg ezt a hindu iratokkal, vagy a mormon iratokkal, vagy, vagy, vagy bármi ilyesmi. Okay. Um, vagy összevetni a buddhizmusnak is a különböző irányzatai szinte összevethetetlenek. Elvileg arra épülnek, de végén olyan, olyan dolgok jelentek meg, tehát a már keresztény hatása például megjelentek. A a buddhizmusban az, hogy egy túlvilág buddhához imádkozni, és ha az ő nevét kántálom, akkor, akkor hozzákerülök. Nem újra reinkarnálodom itt ebben a pokolban, hanem akkor hozzá és onnan tovább hogy tovább valami spirituális, akárhova tovább menni, mert az ő kegyéből jutok el oda. Tehát ezek teljesen idegen dolgok a buddhizmustól. Ez a tisztaföld föld buddhizmus Japánban nagyon népszerű. Ma már úgy látják valást hogy nézték, ez keresztény hatás alakult ki. Teljesen idegen buddhatalanitól. Ez a valaki másnak a kegyére bízni magát az embernek megélnek. És végül a jövendőlések... A más vallásokban abszolút ritka jelenség, hogy elhangzik valami jövendőlés, és ez meg is történik, van, de nagyon ritka. A bibliai jövendőlések a Biblián belül is az, hogy mi fog történni, ugye alkalmazzák a proféták a, a törvényt, a választás elé koruk emberét, királyt, stb. De azért elhangzanak jövendőlések is a távoli időkről. Na, ezeknek a beteljesedése, ezeknek a jellege, a mennyisége egyszerűen kizárja a véletlen. Tehát ez önmagában egy, tényleg egy anomália az egész emberiség történetében, a bibliai proféciának a jövendőlések ez a része, ami a jövendőlésekről szól. Isten történelmi működését bizonyítja, hogy így előre látó dolgokat megmondja, ez lesz, vagy ő meg is csinálja, amit előre megmondott. Ez is egy teljesen egyedülálló dolog. És hogy fennmaradt. Tehát, hogy uh, erről tessék tudni a Bibliának a a szövegkritikai kutatása, tehát hogy hogy keletkezett a legrégebbi másolatok összegyűjtése, fordítások, utalások, összegyűjtése, stb. stb. ez lezárult pozitív eredménnyel ez egy 200 éves macera volt ugye a felvilágosodás óta. És ezért rekonstruálni lehetett például az új szövetségnek 99,9%-át. Okay. Ez lezárult, a korán esetében most indul el, most indult el a szövegkritikai kutatás, a többi vallási irat esetében el se indult. Folyamatosan keresek kollégákat, Korea, Japán, India, minden, és mindenhol ez jön vissza, hogy nem, 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 ezzel itt senki nem foglalkozik, vagy, vagy még nem, nem, nem tudtak nekiállni. Azt se tudják, hol kezdjék. Még el se kezdődött, hogy mennyire hiteles ez az egész. A rekonstrukció viszont megtörtént, és hogy, hogy értsétek, hogy, hogy mennyire döbbenet, hogy miért maradt fönn például az Ószövetség a, a, a 9. -10. századi, Krisztus után 9. -10. századi voltak a legrégebbi ószövetség másolatunk. Tanak másolatok, Alepói kódex, azért a Leningrádi kódex, meg a többi. És ugye mikor élt? Tizen, mondjuk Dávid király, vagy meg, meg Mózes, tehát ilyen Krisztus előtti 15. század, tehát 2500 év különbség volt a megírás és a legrégebbi másolat között. a kumráni tekercsek megtalálásával ez visszament 1200 évet. Köszönöm, második századi ézséget tekertsek így. Miket ott előástak a veszélyűsöknek a, a elrejtett római előre elrejtett könyvtárában. És, és a különbségek ilyenek, ahogy egy ezzel foglalkozó tudós mondta, hogy hát keményen vagy keményen Nyilván kemény, nem, nem keményen ulagulja, hanem keményen Tehát ilyen elírások meg ilyesmik, nagyon minimális az eltérés, azért mert numerikusan védték a szöveget. Tehát föl, egyszerűen össze, összeírták, hogy egy hány könyv van, egy könyv hány fejezet, egy helyzetben hány sor van, hány lap van, egy lapon hány sor, az egyes sorokban hány betű, és amikor a másoló Jeruzsálemben leadta maga példáját, akkor így egyeztették. A egy a 16. oldal 8. sorában kettővel több betű van. Írd le újra. Tehát ez egy zseniális numerikus védelem. Az egyház őszövetséget a harmadik századtól kezdte így védeni, egyszerűen onnan, hogy tudtuk, hogy, hogy, a, hogy hány sorért kell, mennyit kell fizetni, és akkor Máté ennyi sor, teljes sor, és akkor ennyit lehet fizetni a másolónak, és akkor ez is védte a szöveget. Tehát ez más írások esetében egyszerűen nincs. Erről tessék, hogy egyszerűen ez nem történt meg. Hát gondoltok bele a védákba, ugye Krisztus előtti 17. 15. század, mi 15. század, amikor az egész elkezdték írni, bocsánat, megszületett a sztori, a papik azt fejben memorizálta a teljes szöveget, ez így nyomtatva, ez kb. ennyi hihetetlen ilyen memóriatechnikáik, ilyen vannak, és a Krisztus utáni 89. században kezdték el leírni. Tehát 1500-2000 évek később kezdték el leírni egyáltalán. Ez a szöveg jobb, jobb állapotban maradt fenn, ezek a hallott, ezek a suti szövegek, a úgymond kinyilatkoztatások, jobb állapotban maradt fenn, mint az, amiről tudjuk, hogy kiírta, meg egyből leírták, és mindenféle helyi verziói vannak. Az összes többi indiai eposzirodalom, Mahabharát, a benne a Bhagavad Gita, az eposzok, a Puránák, a régi történetek, az Istenek kalandjairól, azoknak egy csomó változata van, mert, mert nem volt szempont, hogy ugyanaz hangozzon el. Mindig. Helyi változatok tömege amit leírtak, annak több változata volt, mint amit megegyeztek. Egészen fura módon. Oké, és még mondom, lehetne sorolni a példákat. És akkor itt vagyunk az Isten kérknél. kitartás. Ez már rövidebb lesz. Ha bementél a komodilla katakombába, nem tudom, mennyire látszik, igen, akkor, ott, és fölnéztél, ugye oldalt láttad, hogy Jézus csodát tesz, tehát ilyen római tógában, kezében a varázspálca, tehát a csoda történik, és ott éppen valakinek az arcához érinti a, a pálcáját, tehát éppen ott a szem gyógyul meg, és akkor ezekből a jelekből, műfai jelekből <laughs> lehetett következtetni éppen, hogy Jézus akkor vakot gyógyít. És hát, ha fölnézel, akkor ott fönn láttad ezt a, ezt a, Jézus képet a mennyezetem, az első szakállas Jézus ábrázolása a harmadik században. Tehát itt valami egészen új dolog van, ezen teljesen kiakadtak valahol az első rómaiak, hogy ezeknek a zsidóknak, becsinál, ezek a zsidók, ugye, de keresztények, és azt mondják, hogy Isten emberi lett, és mégis nincsen szobra, nincs sehol egy fénykép róla, nem tetszik fel a Facebookra. Ezek ateisták, mert nem ábrázolják, amikor végre azt mondják, hogy emberi lett, és nem ábrázolják. Jó, tehát most felejtsük el a skandináv típusú, meg a többi <laughs> Jézus filmekből a nagy szép kék szemű, tipikus zsidó <laughs> szőkehajú <laughs> figurákat. Tehát de mindegyszer ezzel foglalkoznunk kell. Megint csak milyen legyen uh, Isten, ugye milyen Istenkép fel meg, ha egy kinyilatkoztatásról túl mit várnánk. Én, és azt hiszem, hogy ezeknek egy része teljesen természetes szempont. Úgy, hogy inkább vágyunk egy személyes Istenre, tehát valaki, aki valaki, mint ami csak valami, mint az elektromos áram. Vagy mint valami adrenalin sok, vagy nem tudom mi. Oké? Okay? Tehát nem valami ilyesmi, hanem valaki legyen. Az más késő az ennek következménye van, hogyha ő valaki, és lát minket még ilyenek. Erről majd még lesz szó. Ezt a másik, hogy lehessen hozzá közeledni, kapcsolódni. Tehát egy dolog, személy, oké, okay, de hát ott fenn van az Olimpos tetején, vagy a mit a, valami távoli világba, az óceán túlsó végén, vagy a föld alatt, vagy mit tudom, tehát ha ez a távolisággal nem még sokat, nem lenne jó, ha lehetne hozzá kapcsolódni, ha valahogy a közelünkbe kerülhetne, vagy mi kerülhetnénk a közelébe? Az összes ókori vallásban az volt, hogy valahol vannak az Istenek, mert ugye egy bizonyos terület urai. Tehát egy kert-a istenséget föl lehetett keresni, hogyha elelezteél valami nagyon távoli szigetre, és akkor ott az egyik barlangban, vagy a tükör, a tó tükrének a vize alatt esetleg találkozhattál vele, vagy az Olimposztal fölmásztál, és akkor ott esetleg, ha összejött, és valamelyik békésebbik és jó hangulatban levő görög istennel találkoztál. Tehát lehet hozzá kapcsolódni, megismerhető a saját életünkben. Nem csak az, hogy az apostolok mit értek át Jézussal, ha én ugyanezzel a valakivel járhatok, mint az apostolok? A saját életemben ugyanezt a bánásmódot megismerhetem? Meg, megtapasztalhatom? Megismerhetem őt? Hogy tisztelhető és szerethető legyen. Tehát nem csak félni tőle, mert különben a fejemre lép. ez a bészbólítős öreg úr, aki majd kicsit jól érzed magad, akkor fejbe ver, vagy, vagy a nagy lábújadra ver, vagy valami ilyesmi. Tehát nem, hanem hogy tisztelhető és szerethető is. Aztán, hogy megbízható és hűséges legyen. Tehát, hogy nem csak tőlem várja, hogy hű legyek, oké, okay, értem, de hogy számíthatok rá. Tehát ő is, milyen jól ha hűséges ha ha bízhatnám magam. Ugyanígy, hogy igazságos, hát ha csak igazságos, akkor nekünk végünk van. Némi önismerettel szerintem mindenki erre jut. Tehát, hogy igazságos és irgalmas, ugyanakkor nem manipulálható a mágiával, lekenyerezéssel, x üdvözlédje, mit tudom én. -e. Jó? Tehát, hogy nem manipulálható. A másik nagyon fontos, hogy érdekli és érinti, amit teszünk, ahogy élünk. Hogy fontosak vagyunk neki, hogy érinti a mi világunk, vagy nem csak távoli és érinthetetlen. Aztán megint csak, hogy ez már egy tipikus keresztény de milyen jó lenne, ha tudnál mi az embernek lenni. ha tudná, mi az embernek lenni. Tehát nem csak úgy ott van, és akkor néz minket, hangyákat, aztán ordítozik velünk egy párat, vagy néha odalép, aki nem tetszik neki, azt kitörli onnan, meg még ilyenek, hanem mi lenne a hangyává tudna lenni, és, és engedni, hogy a csáprágóinkkal végtapogassuk. Vállalna a veszélyt, hogy egy lesz közülünk. És hogy képes minket megváltoztatni. Mert a dolog, hogy ő ott van, Oké, okay, és? Vagy hogy tudjuk, hogy milyen, és akkor ilyen koncepcionális információk vannak, hogy ő nagy, ugye mi meg kicsik vagyunk, nyilvánvaló, meg hogy ő szent, hát mi meg ilyen kis büdös bűnösek vagyunk, bübükék, ez is nyilvánvaló. Tehát, hogy, és ez, ha ez közel jön, ha közelévé válik, ha kapcsolódni lehet vele, akkor lehet, hogy ez minket is végre kihozna ebből az örök sztorikból, az örök ismétlődő sztorikból. Tehát szerintem ezek, hogy Isten, hogy milyen legyen Isten, szerintem ha egyszer csinálnánk valamilyen evangelizát, vagy nem tudom így, írjuk fel a távára, hogy milyen Isten szeretnénk. Tehát mi az, aminek örülnénk, aminek értelme lenne, ami Akkor valami ilyesmi, ilyesmik szerintem előfordulnának abban a listában. És akkor megnézzük a vallások Isten képeit, már ott kezdődik, csak egy, egy, dolgot, ha végezzünk, hogy személyes, személytelen vagy közelé, vagy ilyenek. Hát egyszerűen személytelen az advaita, a panteista hindu irányzat, ugye amikor a világ, mi együtt így, mi így együtt vagyunk, a világ az istenség. Ez azonos. A világ így együtt, maga az istenség, ő benne vagyunk, és, és ő nincs rajtunk kívül. Tehát az Advaita, vagy a szikrezió, ugyanez a szik, az meg az iszlám és a hinduizmus keverékéből jött vissza. Az istenség végső soron személytelen. A konfucianizmusnak egyet ten, ott a, a meny. A menny ugye? istene um, nagyon távoli, uh, semmit nem tudunk igazából róla. A uh, lényeg az, hogy a család, meg a hierarchia minden működjön a társadalomban. A gnózis Isten és erről már volt szó ezen a, ezen a mindenféle furcsa szellemi hierarchiákon, Keresztül lehetne hozzájutni, de mindenki hiszen végsősoron szemételen. Közeli, de nem megismerhető a törzsi vallásokban. Tehát, hogy egyáltalán létezik Isten, és még afrikai kollégáim mondták, hogy az, hogy Isten létezik, ebben Afrikában senki nem kételkedik, csak no access. Nincs hozzá hozzáférés. És ott köztel vannak a szellemek, meg az elhunytak lelkeinek minden, és ott ebben meg csak ugye a boszorkány és álmán tud valahol eligazodni ebben a világban. Tehát, ha van is, nem megismerhető, a szellemek azok közelebb vannak, ugye a sintóban tényleg, ott ugye minden kami, ugye, Tehát az, a, az a természeti tünemény, egy, egy csodálatos táj, vagy tárgy, vagy, vagy egy ember, aki meghal, és elég ügyes volt, belül is kami lesz, stb. stb. Tehát, túl közeli, de nem megismerhető, vagy most mit csináljunk vele? Csodálhatjuk, meghajolhatunk, tisztelhetjük a világrend részeként, stb., de mindaz, amiről szó volt, az nem történik meg. Távoli és nem ismerhető. Személyes, de távoli nem ismerhető az Aratustrának az Istene, Akuramazda, az iszlám Allahja, a Bahály Allahja, vagy Istene, és a Krisnáról is a Vaisnava irányzatnak, a, itt nálunk ugye a Krishna a változata, az egyik változata ismert csak, de itt is arról van szó, hogy ha az ember ö, többféle viszonyban lehet vele, hogy úr és szolga, vagy, vagy szerelmes pár, vagy szülő-gyermek viszonyban lehet lenni az Istennel, és akkor mindenki próbál kitárni, ő neki milyen viszonya lesz is az Istenséggel, Krisnával, de sose ő találkozik, csak valamelyik megnyilvánulási formájával, valamelyik boly, lelki bolygóján a milliárdnyiból. Tehát nem az, hogy is ott ült a trónon ő. És látnéz, nézni, és te változol. Oké, okay. ez, ez egyszerűen, egyszer nincs. Tehát az, hogy valóban személyes, hogy megismerhető, hogy közel jön hozzánk, hogy egy csendes halk hangként meg tud szólalni egy nagyon depressziós profétának, ugye illésnek, vagy az, hogy Jézusban a személy, lejön közénk, és a szemünkbe néz, ez, 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 ez sehol nem találod. Ma már vannak olyan valás keverékek, akik végeztek összehasonlító vallástudományt és ezért innen-onnan összemazsoláznak, még Jézustól is összemazsolázzák, ilyesmiket is összemazsoláznak maguknak, és azt mondják, hogy ők ilyenek is. Hát, hogy ez mennyire hiteles, ezt inkább erről most nem beszélnek. A teológiai anomáliák. Nagyon szeretem ezt a képet. Ez egy korai festőnek a képe, hogy Jézus lenyúl Péterére Alulról nézve, <laughs> ahogy nyulla -e Péterél, aki már ugye ott süllyed, <laughs> meg ilyenek. Az első és és egyik fontos, az, hogy a vallások Istenképe egy oldalon transzcendens, távoli, messze van, vagy egy oldalon immanens. Mi benne vagyunk, és igazából egy vagyunk vele, vagy majdnem egyek vagyunk vele. Tehát hogy a, vagy ez, vagy az van. A Biblia Isten viszont létezett a világ előtt is, a világunk kívül áll, és ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Tehát egy ilyen harmóniában van az immanencia és a transzcendencia. Uh, és a tetteink nem csak a ő világát érintik, tehát az, hogy romboljuk az ő világát, vagy ilyesmi, hanem őt magát is érintik. Tehát amikor ember ember ellen védkezik, Isten ellen is védkezik. Emlékeztek a tékozó fiúra? Atyám, végeztem az ég ellen, és te ellened. Vagy amikor József menekül a potifár felesége elől. Nehogy már védkezzek, ugye, a gazdám és az uram ellen. És ez, amikor ott látjuk a Szent Sátorban, ez a tavalyi sorozatban volt ez, amikor a megváltástanról volt szó a Húsvét keresztény ünnepeink sorozatban, akkor is láttuk azt, hogy ott van a Szent Sátor, és időközben egy évben egyszer, ugye a Jonképúri nagy áldozat, amikor vérrel megtisztítják a, a, a Szent Sátornak a berendezését, meg minden, mert ott, ott szép csöndben az egy év alatt fölhalmozódtak az emberek számára nem is tudatos vagy elhallgatott bűnök. Istent érinti. Érinti, ami itt történik. És azt le kell mosni ahhoz, hogy ő itt lehessen. Okay. Tehát ez egy, ez egy teljesen, uh, nyom, teljesen egyedülálló istenkép. Az, hogy ő, őben érünk, mozunk és vagyunk, és ugyanakkor rajta kívül áll, ebben nem tudunk belegondolni, de hogy érinti mindaz, ami itt történik, a jó és a rossz is, amikor egy embert megölnek, akkor a vére Istenhez kiállt. Azonnal érzékeli, mert Tehát ez egy ennek, ez a kívülbeliség, nem tudom magyarul, hogy mondjam jobban, ez, ez egészen uh, hihetetlen. És aztán, egy a Jézusban is megjelenik Isten emberi testben. Megint a látható és a láthatatlan egy, egy ilyen, hogy mondják, egy ilyen konvergencia, <laughs> vagy mi volt amiket gyűjtött szegény, Gondzin, ott a mikegyűjtött ott ezt árulsz el ugye, hogy az erő valami konvergenciája. Tehát itt valami, tényleg itt valami az erő konvergenciája volt Jézusban. Tehát a, a, együtt a látható és a láthatatlan az isteni és az emberi egy, 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 egy lényben. Okay? Tehát ez ilyen egészen egyedülálló. Aztán az emberarcúság, ugye ott a komodilla katakombákban. kitartás, mindjárt Ugye hogy a vallások Isten képe vagy szemételen, vagy ha személyes is, nem megismerhető. Személyesen nem megismerhető. Allah, Krisnának is csak valamelyik megjelenési formája, meg De az, hogy Isten személy, hogy Jézusban ember élet, hogy tudja, mi az embernek lenni, hogy Krisztus Isten ikonja, tehát nem csak logosza, szava, hanem ikonja, ikonja képe is a Krisztus az Istennek. Tehát ha Krisztust nézed, magát Istent ismered meg. Krisztus ez az ikon, akire, akit ha nézel, ahogy megismered őt az evangéliumokból, meg a saját életedből, ez az ikon, amit ha nézel, akkor hozzá hasonlóvá válsz. Nem nő ki a szakállad, meg nem erről van szó, hanem úgy ott belül meg az egész lényed. Nyilvánvalóan. Tehát, hogy az ő megismerése, Isten megismerése. Az, hogy Istennek ember arca lett, nem olyan kék elefánt, meg, meg rózsaszín nem tudom, mit semmiket ott látunk. Miközben nem tudjuk, milyen volt az arca. Tehát van egy nagyon késé hagyom meg, de nem tudjuk, hogyan nézett ki. És mi, mert ez az üzenet, hogy egy lett közülünk. Egy lett közülünk. Egy átlagos zsidó férfi arca volt az ő. A megváltó szeretet, amit már, amire már utaltam, a többi Istent egyszerűen nem érinti a bűn. Allah ellen is csak akkor védkezel, ha nem hiszel benne, hogy létezik a kufr, vagy a sírk az, hogy mellé társítasz valakit. De a muszlimok, ugye, ha elszól van engedetlenek, akkor önmaguk ellen védkeznek. Vagy ott van Krishna, ha elkezd, ugye eleve az, ez a bolygó ugye azért jött létre meg ez a világ, mert hogy a lelkek világában, ott egyes lelkek úgy gondolták, hogy a Krishna nélkül akarnak létezni, vagy megunták, nem tudom, valamiért, valami ilyesmi történt, és akkor mondta, hogy oké, okay, teremtett nekik egy világot, és akkor itt van ez a büntetőtelep. És hogyha az ember vissza akar létezni a lelkek világába, valami lelki bolygóra, vissza akar menni, jutni Krisnához, vagy legalábbis valamelyik megjelenési formájához, akkor odaadóan el kell kezdeni imádni őt, ugye erről szól a bakti, az ő nevét folyamatosan vibrálni, kántálni, rászögezni a tudatot, lefogalni a tudatot ővele, és akkor majd ő hatájon kívül helyezi a karmikus visszahatásodat. Tehát nem ő ellene védkeztél, hanem a karma törvény ellen. Őt nem érintette a karma ellen védkezté, és a karmának a rádról visszahatását helyezi hatájon kívül. Itézem. Tehát ez egész más, mint az, hogy velem csináltátok, amit ő vele csináltátok. A bűnbocsánat, ugye aztán magára veszik Krisztusban ugye a bűneinket, kiengeszteli a fiú az atyát, bűnbocsánat, ismét szabadság, átalakulás, a metamorfózis, hogy ezt tette lehetővé, a római, ókori római refiti, vagy a szamáristen, a szamárfejű Istent imádja Olekszam, mert ősz, hogy a szebetet heon imádjátok Istent. Ez egy szamarat, aki emberé lesz, és bűnözőként kivégzik, köztörvényesként. Röhely. És végül a trinitás. A vallások istenképe egyszerű. Van egy csomó, vagy van egy, mindenféle megnyilvánulási alakokban, elképzelhető, többnyire engedik is, hogy ábrázolják, ábrázolják ki, és ott vannak a kis bohálványok, ugye tudjuk, néznek, de nem látnak, van kezük, de nem fognak. Zsoltárok sokat szól erről. Akkor azt látjuk, hogy egy Isten van, aki öröktől fogva atya, fiú, szentlélek, három egy lényegű szemében létezik. Mindig is volt szeretet. Ezért mondhatja Isten, aki nem csak egy személy volt, hogy, hogy ő maga a szeretet, mert a egyes tagok között mindig is volt szeretet. Egyetlen azért létezik megváltás az, hogy Isten nem csak úgy hatályon, hatályon, kívül helyez valamiféle törvényt, amit megsértettünk, vagy egyszerűen csak megbocsát, mindenféle jó, jóvátétel, meg megtorlás, vagy engesztelés, vagy bármi nélkül. Azért lehetségesen megváltás, mert ez a háromság személyein belül történt, között történt. Az a fiú magára vette a bűneinket, és kiengesztelte az atyát. Tehát, ha nem lenne háromság, nem lenne megváltás. Az összes háromság tagadó keresztény szektánál maga a megváltást is sérül. mormonok, tanulni, mormonok, stb. 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 mindig. Nincs megváltás, nem háromság van, nincs megváltás. Egyszerűen ez nem létezik. A, a bűnbocsánatnak igazságos alapja, hogy egyszerre igazságos és szeretet minket, és inkább maga ellen fordul, mint hogy, el, el, mint hogy ellenünk kelljen fordulni. Ez egész mind nem létezne. ha Isten lénye nem lenne olyan, ami ennek a Bibliában megjelenik. És hogy maga Isten ugyan nem ábrázolható, de Krisztus ábrázolható. És ez is tök érdekes, hogy benned milyen kép Ha különösebben nem vonz a, a görög kelet, ugye ortodox ikonoknak a nagyon szabályozott világa, de benned milyen kép róla? Te milyennek festenéd? Ha eszedbe jut, mit rajzolnál le? Hogy fogalmaznád meg? A kérdésekről délőtt már beszélgettetek. Um, Mindjárt ebédelünk, és nem akarom a szenvedéseteket fokozni, hogy gyorsan imádkozzunk. Istenünk, ma is csak rácsodálkozni akarunk, és akartunk arra, ami egyszer, amivel egyszerűen találkoztunk. Te, aki megszólítottál minket az életünk egy pontján, és most úgy látjuk, Urunk, hogy nem csoda, hogy más nem volt elég, és hozzá kellett jutnunk. És köszönjük, hogy nem kellett máson végig mennünk, hanem egyből hozzád juthattunk, ha ez megadatott. Köszönjük, Urunk, hogy valami egészen más vagy. És úgy gondoljuk, talán ebből is tudhatjuk, hogy, hogy te igazi is vagy. Könyörögünk más vallású fele barátainkért, azokért, akik még a te arcodat nem ismerik. Hát tudom, hogy ők is veled találkozhassanak, és ha már ott működsz az életükben anélkül, hogy tudnák, aduram, hogy rá is ébredjenek egy napon, hogy ki az, aki vigyázott rájuk ők védte őket, szerette őket, akkor is ha másnak köszönték meg, vagy nagyon másknak ismertek téged, mint amilyen valójában vagy. Úgyhogy mint akik magunk is csak kis krumplik vagyunk, így nézünk rád, és adunk neked hálát, hogy megadatott, hogy ez a csoda, hogy. Téged elkezdhetünk megismerni. Az tudom, hogy ismerhessünk Téged annyira, hogy majd, ha találkozunk veled, és az arcodba nézünk, akkor ez az arc ismerős legyen. Jézus nevében áldunk Téged. Amen.